Ismerkedjünk meg ennek a különleges formájú úszónak a működésével. A szörfúszó hasonlóan működik a vízben, mint a papírsárkány a levegőben. Minél gyorsabban folyik a víz, annál bejebb nyomja az úszót. Akár egy 4,5 méteres rövid bottal bejebb tudunk horgászni visszatartott szerelékkel, mint egy 14,5 méteres rakós bottal, amelyet a 12 éves Králik Tamás szemléltet. Lényeges, hogy ne magunkkal szembe, hanem lejjebb dobva próbáljuk meg első alkalmakkor az úszó irányítását. Azt, hogy a szörfúszó milyen egyedülállóan irányítható, a következőképpen próbáljuk meg bemutatni. A parttól 20 méter távolságba bekötöttünk egy labdát, amelyet a parton állva a 4,5 méteres bottal próbáljuk körbeúsztatni a szörfúszóval. Gondoljunk bele, hogy a labda helyén egy kőrakás, elsüllyedt faág, akadó, vagy akár egy medertörés van. Csak a horgászok képzelete szab határt a szörfúszó sokoldalú használatának, akár békés, akár rablóhalas horgászatról van szó. Attól függ, hogy melyik parton horgászunk, a víz jobbról balra vagy balról jobbra folyik. Amikor a víz jobbról balra folyik, jobb folyás irányról beszélünk. Amikor a másik parton horgászunk, szükséges a test megfordítása és a bal folyás irányú szárak kicserélése.